Tudja már, hogy mikor szorít te. Hú, olyan szépen be. Hol van nem itt? Nem itt az meg.1987. május 16-án kezdtem a Magyar Postánál, mint lovas kézbesítő, csak akkor még a saját főszerelésemmel. Jó napot! Nagyon várják, hogy a kézbesítő megjelenjen, hát valami híreket is mond, meg hát valakivel tudnak szót váltani, vagy ha valami gond van, akkor én nekem el tudják mondani. Tanyákon ez a 24 év alatt én szinte, ha azt mondom őszinte szívvel, hogy rombolást látok. Egyik az, hogy vannak fiatalok itt a faluszéli közelebbi tanyákban, de a kinti tanyákban nem úgy van, mint régen volt, hogy kihalt a család, és akkor fia folytatta a mezőgazdaságot. Itt a fiatalok elmennek városokba, gyárakba, hogy a szakmát tanultak, nem ezt a mezőgazdasági munkát, mert ez szinte napirenden van, hogy a jószágnál se karácsony, se húsvét, se ünnepnap, itt minden napon dolgozni kell, és sajnos a tanyavilág fogy is, az idősek kihalnak, és a utánpótlás egyre kevesebb. Már kint volt a bornyulában, az egyedül voltam, hát akkor ezt így, ennyi volt az egész. De ha mondjuk nincs ott, akkor pont nem jó sikerült volna, akkor még most is benne marad úr lett. Pont az a tehén, amit eladtam neki most. Hát éppen úgy volt, hogy ez pont ilyen alkalmi dolgok néha azért vannak. A malac ott herülni szokott nálam biztos. Kost kiherül. Ő az állatorvos.
Tehát úgy sokkal egyszerűbb van, hogy... Nagyon szeretem a szabad életet, a természetet, másik fő tényező, meg szeretek az emberekkel beszélgetni, találkozni. Hát igaz, hogy volt olyan, aki megkérdezte már, hogy mekkora különbség volt a birkanyáj közt, vagy pedig az emberek közt, hogy ki melyikkel szerettem jobban, hát jó van, hogy ott én voltam a parancsnok, de itten alkalmazkodni kell az emberekhez.